Hát, sziasztok! Tegnap nem csak foci mérkőzések voltak, meg mindenféle egyéb sportágban fontos események, hanem zajlott egy nagyon érdekes vita is a Magnet házban, ahol az Egri Viktor nevű sportújságíró és Szőlősi György, a Nemzeti Sportnak a főszerkesztője beszélgetett, vitatkozott a magyar sport, és azon belül a magyar labdarúgás helyzetéről. Ez egy több vitapartnerrel működő, mindenféle témákban rendszeresen megszervezett rendezvény, amelyen összecsapnak a különböző vélemények, és aztán remélhetőleg a közönség okul belőle. Azzal szeretném kezdeni, hogy én hogy látom ezt a vitát általában, mert ki kell mondani azt, amit az ember gondol. Azt látom, hogy bár kommunikációs szempontból egy nagyon a kamerával szemben ülő és állandóan fintorgó, és ezáltal ugye állandóan önmagára a figyelmet felhívó beszélgető partnere volt Szőlősi Györgynek, ennek ellenére, ha valaki nem csak arra figyelt, hogy ki játssza a színházat, hanem arra is figyelt, hogy ki mit mond, tehát mi a beszédnek a tartalma, akkor ezt a vitát hát elég nagy fölénnyel Szőlősi György nyerte meg. Hiszen ugye miről is volt szó, miről is beszélgetett a két ember, mi volt Egri és mi volt Szőlősi véleménye, nagyon röviden összefoglalva, hát akit részletesebben érdekel, az úgyis megnézi majd ezt a beszélgetést, megnézi majd ezt a vitát. Hát alapvetően ugye Egri álláspontja az volt, hogy nem baj, hogy a magyar sportba pénz érkezett, de ennek részint a mennyisége, részint meg a formája az, ami problémás, illetve ami még nagy probléma, az az, hogy tulajdonképpen az eredmények nem akkorák, mint amekkora az a pénzarány, amit beletettek a sportágakba. Szőlősi elég világosan elmondta, hogy ez a pénzinjekció, ami 2010-től bekövetkezett a sportban, az nem pusztán azért volt, mert Magyarország sportjáért a politikusok nagy felelősséget éreznek, és egy konzervatív gondolkodás számára a közösségi élmények mindig nagyon fontosak, hanem azért is, mert ezek a látványsportok már Magyarországon elkezdtek a haldoklás útjára menni. Nem tudom, hogy a fiatalabb YouTube csatorna nézőim emlékeznek-e arra, amire én igen, hiszen én 72-es vagyok, hogy nem egyszer mentem ki olyan meccsekre, ugye azoknak mondom, akik nem ismernek, hogy sportújságíróként is dolgozom, nem régóta, 12 éves korom óta, tehát olyan meccsekre is mentem ki, ahol állandóan azon izgultam, hogy mikor fog rámomlani a stadion valamelyik része, hogy mindjárt menjünk messzire, például a Csepelnek a pályájára, ha most kimentek, most is hasonlót láttok. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy valóban a haldoklás útjára lépett több látványsportágunk, ami nem azt jelenti, hogy még nagyon-nagyon minősített rosszak voltak a foci kivételével, mert a foci az olyan mélyre süllyedt, gyerekek, hogy az elmondhatatlan. Volt egy Magyarország-Észtország mérkőzés, ahol érdesmond kevesebb, mint 400 néző ment ki a mérkőzés megnézni, és a magyar televízió ugye a 2010 előtt már oda jutott, hogy azt mondta, hogy nem érdekli az embereket a labdarúgás, tehát nem kell a válogatott meccseket közvetíteni, ugye ezt se felejtsük el. Na most ugye miről van szó tehát? Abban az időben szocializálódott játékosok, akiknek a száma egyébként gyerek szinten alig haladta meg az ezret, azokból kellett volna, hogy kiválasztódjon a következő generációkban 10-15 év múlva a válogatottak sora. Tehát ez magában hozta azt, hogy még akkor is már nagyon alacsony volt a színvonal, de ahhoz képest, ha 10 évig még ez folytatódott volna, akkor gyakorlatilag Magyarország Feröerrel, Máltával és Andorrával lett volna versenyben, mind a kupacsapatok, mind a válogatott csapatok tekintetében. Tehát mire szeretnék kiukadni? Ugye Szőlősi nagyon szépen jelezte azt, hogy ezek a pénzek nem elsősorban arra szolgáltak, hogy a magyar labdarúgás meg a többi látványsportot a legmagasabb szintre vigyék, hanem arra szolgáltak, hogy a magyar labdarúgás és a többi látványsportot följebb emeljék, lehetőség szerint az európai élmezőny közelébe, vagy akár azon belülre, hát ugye a vízilabdánál ez jóval könnyebb. És ebben a tekintetben ezek a befektetések nem úgy megtérültek, hanem kifejezetten eredményesnek mondhatók.
Mi volt még, ami ugye Egri érvei között elhangzott? Az például az volt, hogy tulajdonképpen a stadionok túl nagyra épültek, meg a stadionok mögött ugye ott vannak a politikai kapcsolatok, hogy kik lobbizták ki, stb. Stb. Na most én erre azt tudom mondani, hogy azt, hogy a stadionok mennyire nagyok, azt majd 5 év múlva kérdezzük meg újra, mert a magyar labdarúgás egy emelkedő pályán van, simán elképzelhető, hogy 5 év múlva már azt fogjuk mondani, hogy egyes stadionokat már kinőttek a csapatok, mert olyan nagy az érdeklődés. Tehát a foci kultúrájának vissza kell térnie Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez jó irányban van. Hát aztán, amit még el lehet mondani, az az, hogy Egri Viktor tulajdonképpen rengeteget csúsztatott. Az egyik ilyen csúsztatása az volt, hogy elkezdte mondani, hogy kosárlabdában sincsenek eredmények, csak a válogatott, az egyik válogatott szintjén, és véletlenül elfeledkezett arról, hogy a Sopron női csapata Európa Ligát nyert. Hát ugye, amikor erre figyelmeztették, akkor előjött a régi Péccsel meg a Sopronnal. Hát azért szeretném hangsúlyozni, hogy a Rád Géber Lászlónak az egyszemélyű munkája tulajdonképpen az, hogy egy fantasztikus pécsi csapat született meg, és hát a Sopron sem volt olyan magasan, mint amilyen magasan most van. Tehát Egri Viktornál csak két probléma volt. Az egyik probléma az, hogy ahonnan nézi a sportnak az alakulását, ott abból a szempontból mindig azt kell nézni, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami nem működik, mi az, ami problémás, mi az, ami felesleges, mert hogy azzal a párttal, meg azzal a politikával neki baja van, ami most ugye Magyarországot vezeti. A másik pedig az, hogy konkrétumokat elfelejtett gyakorlatilag, olyan konkrétumokat, amelyek bizony fontosak lettek volna. Feltettétek a kérdést, hogy miben volt neki igaza? Volt-e egyáltalán olyan mi, amire azt mondja az ember, hogy ez megfontolandó. Azt gondolom, ilyen is volt, talán egy, amit a kézilabda kapcsán mondott, hogy bizony a kézilabdába fektetett pénz, az nem nagyon látszik kamatozni, nem nagyon látszik, nem hozza az eredményeket, és erre emlékeim szerint Szőrösi György se reagált, mert ez így van. Ez viszont, ahogy szokták mondani, azt gondolom, benne van a pakliban, és azt is látni kell, hogy a kézilabdában az utánpótlás azért kezd biztató eredményeket mutatni, és remélhetőleg, ahogy egyre jobb csapatokba elkerülnek majd ezek a fiatalok, úgy azért ezzel sem lesz probléma. Tehát a lényeg az, hogy egy nagyon érdekes vita részesei voltunk, de ebben a vitában a két versenyző nem volt azonos súlycsoportban. Most még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy első ránézésre nagyon sokan benyelik azt a tablettát, hogy van egy nagyon lazán, nagyon elegánsan, egy kis itt ilyen amerikai filmsztárként viselkedő sportriporter. Hát ugye ő teheti is, hiszen rengeteget szerepelt tévében, és a tévében akár politikai műsorokban is. Tehát egy jól beszélő riporter, és van egy öltönyös, fegyelmezett és inkább tényszerűen beszélő másik ember, tehát ez benyelheti egy első látásra a videót néző ember, de azt kell mondjam nektek, hogy aki egy kicsit odafigyel arra, ami elhangzik, vagy egy kicsit mögé lát a folyamatok mögé, az azt fogja mondani, hogy bizony ezt a vitát Szőlősi György nagy fölénnyel megnyerte. És akkor engedjétek meg, hogy az utolsó gondolatomat is elmondjam ezzel a vitával kapcsolatban, ez pedig az, hogy az se lett volna nekem baj, ha Egri Viktor nyeri ezt a vitát, mert a magyar sport elmúlt 12 évben elért eredményeit egy ilyen vitagyőzelem se tudta volna zárójelbe tenni. Úgyhogy nyugodtan próbálkozzanak még, nyugodtan támadják, nyugodtan üssék, vágják bizonyos oldalról a magyar sport eredményeit és a mögötte lévő politikai támogatást, ha ezek a srácok, például a magyar válogatott ilyen eredményeket produkálnak. Röviden ez a véleményem. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, nézd meg a vitát az interneten, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat, bizony én minden alkalommal elmondom, a videó alatt állt a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, hajrá Magyarország, hajrá magyar sport, a jó Isten áldjon meg mindenkit!